Jó napot kívánok! Ez itt a vidékünk, Bartus Bella vagyok. Egy kis bácskai faluban, Oromon nem kisebb dolgot találtak ki, mint hogy egyetlen napra világtalálkozót szerveznek az innen elköltözötteknek. Ilyenkor megtelik a falu, hiszen a szülőföld szeretete sokakat vonz haza. Oromon járunk a délvidéken. Ezt a vidéket kezdetben tanyák uralták, 1873-ban vették fel Magyarország lakott településeinek névmutatójába. Az ide települt emberek földműveléssel és állattartással foglalkoztak. Ezekből az ideiglenes szállásokból fokozatosan állandó lakhelyek lettek. Hát mostan volt, hogy a tulajdonos lakott rajta, volt, hogy a tanyása, aki munkálta végig a földeket, mert aki jobb módú volt, az nem volt kénytelen kijönni a városról. És így fokozatosan nőtt a tanyák száma. Mi a könyvben, amit kiadtunk, itt 980 tanyahelyet azonosítottunk be, 6500 hektárnyi területén, tehát Oromnak ekkora területe van. A kis település neve akkor kezdett terjedni a köztudatban, amikor 1889-ben felépült a helyi vasútállomás, majd pár évvel később az iskola is megépült. A felvirágzó gazdasági fejlődés miatt ezen a területen egyre több tanya és ház csoportosult. A tanyai lakosság pedig az oromi vasútállomáson keresztül kapcsolódott be a nagyvárosok vérkeringésébe. Az 1940-es évek végéig folyamatosan nőtt a lélekszám. Ekkor a lakosok száma több mint 4000 volt, ez az évek alatt folyamatosan fogyatkozott. Az oromiak azonban gondoltak egyet és megszervezték az oromiak világtalálkozóját, ahová a már más településeken, illetve külföldön élőket várják haza. Mindenki szívesen tér vissza ilyenkor. Az egyik fele, hogy van boldogság és szomorúság, és boldogság, hogy ugye itt van az ember, a szomorúságnak, hogy lássa, hogy minden változik. A találkozóra a házigazdák minden évben színes programokkal készülnek. Mivel Oromon aktív művelődési, kulturális és sportélet folyik, ezért ezek a csoportok is kiveszik a részüket a programok megszervezéséből. De nem csak a jeles alkalomkor, egész évben azon dolgoznak az egyesületek és a civil szervezetek tagjai, hogy lendületes legyen az egyén, a közösség és a falvak élete is. Az egyesület azért jött létre, hogy itt falun is ezeket a kézműves foglalkozásokat, a hagyományőrző foglalkozásokat, ezeket éltessük, tovább örökítsük. Azt szeretnénk, hogyha mi is meg tudjuk tanulni úgy, hogy aztán tovább is tudjuk adni. És hogyha ezt elég gyakran csináljuk, akkor remélem, hogy lesz is foganatja, és a gyerekek jönnek és dolgoznak velünk. A viharos időszakok miatt sokan hagyták el szülőfalujukat, ám minden évben, ha csak tehetik, visszatérnek ide. Innen fakadt 7 évvel ezelőtt a világtalálkozó ötlete is, hogy összefogják az oromiakat, ilyenek azok a világ bármely pontján is. Amíg itt maradottak, pedig minden erejükkel azon dolgoznak, hogy élhető és szerethető környezetet alakítsanak ki. Amikor kitaláltuk ugye a világtalálkozónak az ötletét, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy jellemző volt, komolyan jellemző volt a falura az elvándorlás. Viszont ez egy 2-3 éve ezelőtt úgy mondom, hogy megfordult, és ma már mondhatom azt, hogy az elvándoroltak egy része visszajött, illetve mai nap tudom azt mondani, azt, hogy ha valaki Oromon házat üres, házat szeretne keresni, tehát megvásárlásra, akkor komoly fejtörést okoz nekünk, mint falubelieknek, valamit javasolni nekik. Tehát nem mondom, hogy nincsen, de hál' Isten ez az üres házak száma 10 ház alatt van jelenleg. Az oromiak világtalálkozója minden évben hazavárja a falu szülötteit, akik szívesen térnek haza, hiszen a szülőföld szeretete bennük él, éljenek is a világ bármely pontján. A régi mesterségek visszatanítására tesz kísérletet a Hagyományok Háza vajdasági hálózata. A tábor elsődleges célja az alkotás, a népi mesterségek tudásának átadása, az alapok elsajátítása, valamint a meglévő tudás bővítése. A programnak Tótfalu adott otthont. Mellé szépen. Újra csinálja meg ezt a fércelést, hát pedig. Meg. Napjainkban, amikor megszűnt a hagyományok átadásának az a módja, melyet családi tradíciók és a közösségi normák szabályoztak, már nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett népművészetről. A szép tárgyak, az egyedi kézi munka, a természetes anyagok iránti tisztelet azonban még sokakban él.
A hagyományok iránt elkötelezettek egymástól különféle képzéseken és táborokban sajátíthatják el a népi kézművesség alapjait. Szerintem, megint ismételem ezt a mondatomat, hogy ha magyarok akarunk maradni, akkor csináljuk a magyar népi hínzést is. Mert nagyon-nagyon gyönyörű. És minden tájegységnek megvan a különleges szépsége. A Hagyományok Háza hálózat Vajdaság különösen sokat tett a hagyományok ápolásáért, a délvidéki magyarság otthon maradásáért. Figyelemre méltóak a fiatalok megszólításában elért eredményeik, de a felnőttek képzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Itt már a népi bőrművesség különböző technikáit sajátíthatják el Kós Dezső bőrművestől. Nagy vonalakban arról szól, hogy a bőrnek ugye benedvezzük, tehát vizes bőrt valójában ráfordítunk, és a hús oldaláról megfelelő eszközzel belekasírozzuk a mélyedésekbe. A fiatal alkotó Vajdaságban egyedülálló mester, aki a mutatós, egyéni igényeknek megfelelő termékeit nagy alapossággal és odafigyeléssel, kizárólag kézi szerszámokkal készíti el. A népi bőrmességbe akár részcsatoknak a kifaragására, a kicsiszolására, illetve ugyanezt lehet csontból is megépíteni. Természetesen ez most tábori körülmények közt kicsit kevés az időnk, de viszont szeretem ezt is elmondani, hogy van lehetőség rá, hogy teljesen független legyen az ember a minden más nagy cégektől. A foglalkozások több helyszínen zajlottak, itt már a viseletelemek készítését tanulják az asszonyok. Most egyebek mellett a zsinórozás technikáját is elsajátíthatták a jelentkezők. Ugyanilyen férfi mellényt varunk, azzal a különbséggel, hogy ez nem ilyen lesz a zsebjelnek, hanem két paszkodos zsebjel lesz neki. A Zentai Horváth Klára visszatérő résztvevője a Hagyományok Háza Vajdasági Hálózat képzéseinek. A viseletvarást szeretem csinálni, és elvégeztem a viseletvarás képzést, a 120 órás képzést, amit Zentán tartottak. 2020-ban, ha jól tudom, 19-20-ban, és azóta szinte minden csoportos képzésen részt vettem. Szeretem a viseleteket, mert nagyon szépek, és a szakmám az varónő, de ezt nem tudtam csinálni, és azért jelentkeztem, hogy megtanuljam, hogy például a zsinort mély ide teszik, vagy azt a hajtást mély oda teszik, hogy tudjam, hogy mit mély lehet varni. A tábornak több mint 30 résztvevője volt. A cél pedig most is az volt, hogy a hagyományos kultúra értékeinek széles körű társadalmi tudatosítása hozzáférhetővé és elérhetővé váljon. A tudásátadást pedig a többszintű szakmai képzések és továbbképzések, konzultáció és ismeretterjesztés útján valósítják meg. Amióta a Hagyományok Háza hálózata megkezdte Vajdaságban a tevékenységet, azóta elmondhatom, hogy nagyon nagy igény van ezekre a kézműves képzésekre, és főleg arra, hogy kiváló oktatók jöjjönek akár Vajdaságba, de vannak Vajdaságban is nagyon-nagyon jó oktatóink, akik sok-sok éve képzik már magukat. Vajdaságban népszerűek a népi kézműves táborok. Az alaptudással rendelkezők szívesen vesznek részt, hogy bővíthessék ismereteiket, de a kezdők is szívesen csatlakoznak, hiszen számukra is vannak lehetőségek. A cél pedig, hogy bővüljön azok köre, akik elkötelezettek a népi mesterségek, hagyományok iránt. És akkor ez olyan tökélet. Ősztől megnyílhat a Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény kihelyezett tagozata Újvidéken. A jelentkezési felhívást már közzétette az intézmény. Az új bölcsödét és óvodát a Magyar Szóházban alakítják ki, ahol már több mint 4 hónapja aktívan folynak az építkezési munkálatok. Lankadatlan folynak a munkálatok a Magyar Szóházban. Március óta a közel 1000 négyzetméteren elterülő óvoda projektumának kialakításán nagy erővel dolgozik a kivitelező, és úgy tűnik, őszre egy bölcsődés és egy óvodás gyermekcsoport is megkezdheti munkáját. Az újvidéki Bódis Basi Tíme ide szeretné íratni Eléna nevű kislányát. Vegyes házasságba származik kislányom, és ugye hát egyre igyekszem, hogy minél többet beszéljünk hozzá magyarul, és egy magyar csoportba legyen része, ami hát ugye manapság ritka, meg ugye otthon is, amikor együtt töltjük az időt, hát
többet beszélünk hozzá a szárból, amennyire is ugye én igyekszek vele magyarul beszélni, amikor egyedül vagyunk, így ez hát nagy előnye annak, hogy van olyan lehetőség, hogy magyar csoportban növekedjen fel, meg hát másrészt azért is, hogy hát, hogy ezt a kis közösség, aki még itt maradt Újvidéken, ezt valahogy tudjuk gondozni, még ugye ismerkedni, és hogy ezeket a kapcsolatokat tudjuk tovább fejleszteni. 1-3 éves bölcsisekkel, illetve 3-7 éves óvodásokkal való foglalkozást biztosít a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény mindhárom objektumában, amelynek összkapacitása mintegy 200 gyermek. Óvodánkban magyar nyelven folyik az oktatás, nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre, a történelmünk átadására a gyerkőcöknek. A gyermekek a saját anyanyelvükön tanulnak legkönnyebben, legmagabiztosabban így fejezik ki érzelmeiket, és mi ebben segítjük őket. A Magyar Szóházban, a Vackor óvodában jelenleg a fűtőtestek felszerelését végzik, a napokban pedig a padlózás is megkezdődik, és a bútorzat elkészítése is folyamatban van. Erdődi Edvina szerint augusztus végéig már be is rendezik az óvodai helységeket, és a Magyar Szó udvarában is megkezdődik a játszótér kialakítása, amely egyben az építkezés utolsó fázisa lesz. Az intézményben nem lesz konyha, a gyermekek étkeztetését egy ételkészítő és kiszállító cég látja majd el. Egy szenzoros szobának a kialakításán is dolgozunk, ami egyedülálló lesz itt Vajdaságban. Szeretnénk egy szakszolgálati rendszert is beüzemeltetni, ami alatt magyarul beszélő logopédusokat, gyógypedagógusokat, pszichológusokat értünk, ugyanis Délbácskában, de főleg itt Újvidéken nagyon nehéz magyarul beszélő szakembereket találni, és hát ugye mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a gyermekeket pont ezekben a korokban, tehát óvodás korban lehet a leginkább fejleszteni. A Vackor óvoda beüzemelésével nem az a cél, hogy az állami óvodákból elvonzák a magyar gyermekeket, emelte ki Erdődi Edvina, sőt, nagy hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy megmaradjanak a magyar csoportok. A cél inkább az, hogy minél több lehetőséget biztosítsanak az újvidéki szülők számára. Basnec Igor, a VMS Újvidéki Városi Szervezetének elnökségi tagja is arról biztosított, hogy minden meglévő állami óvoda magyar tagozata megmarad Újvidéken. Szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy az állami óvodákban létező magyar csoportok azok megmaradnak. A Vackor óvoda megnyitásával pedig csak több óvodai férőhelyet biztosítunk mindazoknak, akik magyar óvodába szeretnék írni a gyermekeiket, és reméljük azt, hogy az általános iskola beiratkozáskor is a magyar tannyelvet fogják választani. Az újvidéki Vackorba a Szabadkai Óvoda titkárságán lehet jelentkezni, a telefonszámok pedig a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény honlapján találhatóak. Az illetékesek pedig azon dolgoznak, hogy az elkövetkező időszakban Újvidék városa, csak úgy, mint a többi állami óvodában, a Vackorban is az ellátást a város költségvetéséből fedezze. Az utóbbi évek leglátogatottabb népművészeti tábora zajlik a kisoroszi Torontál szórványközpontban. Közel 100 gyerek ismerkedhet itt a régi szakmákkal, a csuhézás, az agyagozás, a gyöngyfűzés, a fafaragás és a szövés fortéjaival. A napi foglalkozások közös énekléssel kezdődnek, majd pedig csoportos foglalkozások következnek. Az oktatóknak és a szervezőknek pedig nincs könnyű feladata, hiszen a résztvevők létszáma évről évre emelkedik. Valószínűleg ez annak a bizonyítéka, hogy valamit tudunk és valamit jól csinálunk 23 éven keresztül. Tavaly 81 néhány gyerek volt, az idén sikerült ezt 95-6 gyerekre felemelni. A gyerekekkel szakavatott személyek foglalkoznak, a szervezők pedig igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, és mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő foglalkozást. Többek között gyöngyöt fűznek, fát faragnak, batikolás is lesz, hímzés, gölöncsérezés, szövés. Úgy próbáltuk beosztani, hogy minden korosztály megtalálja a magának megfelelőt, délután pedig csapatjátékokban vesznek részt. 6 csapatot alakítottunk, a csapatjátékok pedig állatmesékkel kapcsolatosak, úgyhogy kicsit próbáljuk az állatmeséket is megszerettetni a gyerekekkel.
A csuhézást Szavanovics Erzsébet nagyki kindai tanítónő próbálja megszerettetni a gyerekekkel. Lelkesülnek, amikor meglátják, hogy milyen szépek lehetnek ezek a csuhébabák, mert ugye ők hozzá a másfajta játékokhoz szoktak hozzá, és egy kicsit úgy csodálkoztak is, hogy most bábút fogunk készíteni csuhéból, de annyira örülünk neki, hogy mennyire lelkesültek, amikor végül meglátták a terméket, amit ők készítettek csuhéból, és hát ez mindannyiunknak nagy-nagy örömöt jelentett, és hát élvezik a gyerekek ezt a munkát. A kisoroszi gyerekeken kívül sokan jöttek Magyar Csernyéről és Tóbáról, de vannak Tordáról és Nagykikindáról is. Most is vannak külföldön élő gyerekek, akik itthon töltik a nyarat a nagyszülőknél. Tordáról érkeztem, most kezdem majd a negyedik osztályt, 10 éves vagyok, és már 3. éve vagyok itt ebben a táborban, nekem nagyon tetszik. Eddig a gödöncsérezés és a gyöngyfűzés tetszik a legjobban. A szervezők örülnek annak is, hogy sok új elsős és másodikos táborlakó van, mert ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 8-10 évben is lesznek ide látogató gyerekek, ugyanis az a tapasztalat, hogy aki egyszer táborlakó volt, rendszeresen visszajár.